Now there is no coming.
my flight. We are so short of time. Please don't get me tonight, baby girl. Let me clap you to heart. I'm leaving, but it's not for good. Silver of love, you're in with my eyes.
egész jól teljesítettétek a túrának a kerékpározás után, Bucka is. Jól ment. Nem tudom, hogy az ebéddel megbirkóztok-e, vagy elmentek hazafelé, adjátok nekünk, marad akkor több. De mielőtt belevágnánk itt a finom ebédbe, előtt állt itt ez a komoly kvíz kérdés, ahol a kérdés feltevést is megóvták közben, úgyhogy a jövőre igyekszünk konkrétabban fogalmazni a kérdésekkel, de az a jó ír, hogy a független vizsgáló bizottság minden tesztet átengedett, tehát kettőnél többet nem hibázott senki. A három volt. Úgyhogy eredményesek voltatok. A Nóth István tanár úr, aki hát testnevelésben nincs fölmentve, de kerékpározásban a felmentést kapott, mert máshol szerepelt még a korábbi időben, de csatlakozott hozzánk. Ő fogja a sorsolást, hogy ne érje az a vált, hogy itt a Ringa barátok és a Bandérium házasságából, ebben a gyönyörű házasságkötő sátorba valami korrupció születne, így az Istvánnak átadjuk a sorsolás lehetőségét és kiértékelését, és hát reméljük, hogy sokan nyernek. Adok csomagot. Jó napot kívánok, sziasztok! Ameddig az anyakönyvvezetőt várjuk, addig megejtjük ezt a fajta sorsolást, de Robi azt mondta, hogy itt van-e mindenki. Látok üres székeket, vagy hogy a lovos iskolába hagytátok el az embereket, vagy itt a Pirtó felé hagytátok el, nem tudom. Mindenhol, de mindenhol a buckákban is maradt egy-kettő. Na, buckákban elhagytátok? Hát nagyobb a buckák itt halasson, ugye a Fráterdom és a többi, igazatok van. Menjünk végig a feladatokon, és hát valaki eltalálta, valaki nem, de hát nagyon lojális volt a zsűri, a szakavatott zsűri, és ahogy mondta Robi, mindenkit átengedett és belekerült a nagy kalap, ahogy szokták volt mondani. Nagy kosár. Darius bal kezében fogja évek óta, most jobb kezébe veszi át. Na nézzük akkor, és próbáljátok rá válaszolni, hát ha így utólag sikerül, és akinek nem, az próbálja ellenőrizni, hogy mi volt a hibája. Én pirosra szoktam javítani a dolgozatokat, itt most ez nem megy. De neke, testnevelésből. Testnevelésből, így van, így van. Tudod, a piros vonal. Oké, nekem a megoldások is megvannak, nekem könnyű egy kicsit. Na mondom, ez az évszak szeszélyes, néha kicsit tavasz, remélem, hogy kitalad. Ez a bolondos. Na, ez az. Ez volt, nem tudom ebben mit lehetett bárki dönteni, de lehet, hogy valaki itt is volt hiba. Jelzem, hogy voltak itt hibázott. De lessék, voltak hibázott. Na! De nagyon kicsit hibázott. A következő viszont abszolút történetiség, és a helytörténet ez abszolút hozzátartozik. Viszont a kérdés az volt, hogy mikor épült a pirtói lovasfogadó? Nem a sátor, a lovasfogadó mikor épült. És akkor kérem a tippeket. 2007. Mennyi? 2004. Jó, hallottam 2004-et, és ez nem volt az alternatívák között. Ja. Tehát itt volt 90, 2000 és volt egy 2007-es dátum. Ez utóbbi volt a megfelelő, úgyhogy legyetek szívesek megjegyezni ezt dátumot. Az örökké valóságnak, ha 5, 10, 15, 20, 30 év múlva találkozunk, akkor ugyanezt a kérdést fölteszik nektek, akkor tudjatok rá válaszolni. És most már tudtok. Mondjuk a hónap napot is föl kellett volna írni szerintem, de mindegy, ez már csak az én kötözködésem. Ki nyerte a Zsírót 2024 összetettét? Ki nyerte? Igen. Ott van az a név. Na melyik? Igen, ott van ez a név. Kettő van. Az. Dani Martinez. Az. Edi! Azt mondja az. Nem. Igen, Tadás Bogacár. Igen, ő nyerte. Aki, mondjuk két alternatíva volt, hogy igaz, hamis, tehát nyugodtan lehetett. A következő igaz, hamis játék volt a négyes számú feladat. A kékszemű lovak látása gyenge. Nem igaz. Honnan tudod? Hát mondtam. Tudod! Figyelj, indoklás is kell, tudod, az érettségi most már érvelés van, indoklás van. Megmondta Google-ja barátunk. Tessék, ja! Hát így könnyű, ugye figyelj. Nem, sötétben is jól lát. Na, mit mondasz? A kékszem érzékeny, de ugyanúgy lát. Ez nem csak a lovakra érvényes, ugye? Sőt, a sötét. Nem, ám! Boldogosodok már! Jó. Oké, a következő. Ugyanez tartozik a négyes számú feladathoz. Az Izabella fakóló sárga és fekete. Nem igaz. Fehér és sárga. Igen? Igen. De csak egy vélemény volt. Ez volt, aki vagytok én meghattanak. Bólogattunk. Mit csinál? Bólogattunk, hogy bólogattatok, harsányan bólogattatok. Oké.
És az utolsó ide tartozó kérdés, a ló egy menekülő állat. Ez a jó. Igen, ez egyértelmű. Ötös. Hogy hívják a kerékpárversenyen a mezőnytől elszakadó, akár pár perces előny kiaknázó versenyző? Két lehetőség volt, szökevény vagy menekülő? Szökevény. Nátok volt ilyen szökevény? Igen. Én lemaradót láttam ott a Hírding Lovaspark környékén, szökevényt nem. Laci nem engedte, hogy legyen szökevény. Ja, nem engedtétek, jó, visszafogtátok így kézzel, igazad? Jó, tehát akkor ezt is tudtátok, igaz? Laci volt a szökevény. Maximális a teljesítmény. Hatos utolsó előtti. Mikor hajthat be a kerékpáros egyirányú utcába? Igen, de a megoldásban nem ez volt, csak a kiegészítő tábla engedélyezi. Ezen volt a vita, ezen a kérdés soron, mert valaki azt mondja, hogy bármikor, amikor akar. Úgy csinálják, bármikor, amikor akar, de vannak következményei. Talán egy helyes a megfogalmazás, és most nem a rendőri jelenlétre gondolok, elsősorban mondjuk kamionra. Nem biztos, hogy érdemes ebben találkozni. Tessék? Nem volt ott, hogy mennek irányos szemben. Jó, igazad van. Igyál még egy sört. És akkor lojálisabb leszel a feladat feladóival. Na, ezt viszont többen elrontották, úgyhogy figyeljetek, legyetek szívesek, utolsó feladat, a hetes. Mekkora a kerékpáros megengedett legnagyobb sebesség a kerékpárúton? 30, 40, 15? 40. Nem. 30. Nem, ezért mondom 30. Azt, hogy 30. Én még sok esetben itt Halas-Halas környékén járnak elve, és láttam a kerékpárutat, még a 30 is sokszor életveszélyes, szerintem. A gyökerek, meg a beágazások. Béketlen mindig fagy. Kerékpárút. Igen? Kerékpárúton hivatalosan 40 kilométer. Nem, nem is tudsz, hogy 30. Nézzük meg a Google. Ne nézzük meg! Én azt gondolom, hogy sok esetben, amit mondtam az előbb, 30, bőven elég a 30. A versenyzők menjenek 40-nel, igaz? Egyéb úton, de kerékpárútról van szó, igen, ebben a tévedés oka, a kerékpárúton egyéb úton lehet 40-nel menni. Egyéb úton, főleg szakadékban lefelé, akár többel is lehet. És hátszéllel, igazatok van, vagy Ikarusz és Daidalosz, ugye? Na! A szakavatott zsűri hosszas tanácskozás és eszmecsere és a Google segítségű hívás alapján úgy döntött, hogy valamennyi beadott teszt eredményes, tehát részt vesz a fantasztikus sorsolásban, a lottó sorsolás este lesz, de azok is részt vehetnek, akik most ezen részt vesznek egyébként, csak hogy ezt jelzem. Rengeteg ajándék van, és különböző meglepetéseket rejtegetnek ezek az ajándékcsomagok, mindegyikben egy picikét más van, direkt van ez így, tehát véletlenül se hasonlítsátok össze. Értékben, vagy ha valaki össze akarja hasonlítani a 30 kilométert. Gratulálok, Szilvi! Gratula, ifjú, nagyon jó voltál, és szerencsés! Defektre ne legyen szükséged, újítókészletre. A következő nyertesünk. Egy kulacsot fog nyerni. És hogyha nincs elég meleg, de akkor esőkabát is. Nagyon kell. Is, ha nem látják, mellény. És egy újabb zár is van a csomagban. Na tessék! És hogy az eredményt is közöljük, ugye? 5,5 pontot szerzett. Azért érdekes. Igen, az igaz hamisba vélem. 5,5 pont. Aki nyerte az előbb felsorolt ajándékokat, Juhászné Marika. Megmondom én, mindenre kapott, ő plusz pontot kapott, a Marika plusz pontot kapott, mert szépen mosolyog. Gratulálunk, Marika, tisztán tartsa meg jó szokását, parancsolja. Egyébként a lovas, légy szíves korrepetálás, jó? Hogy mondták a pálicai fiúk, vagy abriktója? Vagy nem, Tüskevár, melyikben volt? Abriktója, nem? Abba volt ez a szép magyaros szó? De Darius ezeket tudod? Egy komoly csomag. Egy nagyon komoly csomag. Hátizsákunk is van. Mondd még egyszer? Hátizsák. Ó, nagyon komoly csomag. Várhatóságilag, esőkabát, visszívizsák. Jéééé! Nyerte! Köszönöm, hogy ilyen életben jött, hogy ide magadnak a fiúk.
I'm gonna make it.